Üdvözöllek! Az e-mail címünket, mint úgy általában a telefonszámunkat, nem túl gyakran szoktuk cserélgetni, ezért fontos mindent elkövetni annak érdekében, hogy spamet, tehát kéretlen, tipikusan reklámtartalmú vagy vírustartalmazó üzeneteket e-mailben ne kapjunk. Ezt elkerülni nem lehet minden esetben 100%-osan, de hogyha ügyelünk arra, hogy hogyan használjuk az e-mail címünket, milyen módon osztjuk meg másokkal, akkor sokat tehetünk annak érdekében, hogy minél kevesebb reklámtartalmú, kéretlen e-mailt kapjunk. Az egyik megoldás, hogy az olyan weboldalakon, amelyek esetén nem vagyunk biztosak abban, hogy hosszú távon szeretnénk azt használni, viszont regisztrálni kell, vagy egyéb okból meg kell adni az e-mail címünket, azokon a weboldalakon célszerű eldobható e-mail címet használni, legalábbis első körben. Aztán, ha tartósan szeretnénk az adott weboldalt használni, akkor persze később megadhatjuk a valódi e-mail címünket is. Hogy hogyan kell eldobható e-mail címeket létrehozni? Arról már készült egy videó korábban, hogyha a videó tanfolyamon rákeresel arra, hogy eldobható, elég annyi is, akkor itt rögtön meg fogod találni, és akkor ezt megnézheted. Tehát ezzel a megoldással is lehet élni. Ugyanakkor ez nem mindig szokott elég lenni, mert azért előfordul az is, hogy valamilyen okból egy nyilvános weboldalon megadjuk az e-mail címünket, amelyet aztán mindenki más láthat, és sajnos az internetet elég sokan nézegetik különféle automatizált szoftverekkel, és begyűjtik a felelhető e-mail címeket. Egy e-mail címet elég könnyű így összegyűjteni, hiszen az e-mail címeknek van egy megadott formájuk, a kukac előtti, a kukac mögötti rész, egy pont és egy kiterjesztés, ami lehet .hu, és még egy csomóféle. Ilyen mintákat keresve könnyedén be lehet gyűjteni rengeteg e-mail címet. Tehát, hogyha valahol ezt megadod egy nyilvános weboldalon, amihez bárki hozzáfér, akkor az e-mail címedet könnyedén össze tudják gyűjteni, és mindenféle reklámtartalmú, kéretlen e-mailt tudnak küldeni. Hát az egyik megoldás az lehet, hogyha valahol meg kell adni az e-mail címedet, és az látszani fog az adott weboldalon, akkor azt valamilyen nem egyértelmű formában adott meg, tehát például valaki, és akkor nem egy kukacot írsz, hanem például beírod úgy, hogy kukac így szó szerint, és akkor valaki.hu. Vagy akármi olyan más formában, ami nem hasonlít egy igazi e-mail címre. Persze ezt még ettől függetlenül kézzel, egyesével össze lehet gyűjteni, de valószínűleg azért ez a kevésbé elterjedt megoldás, mert azért ez eléggé sok munkával jár alapvetően. Tehát, hogyha valami ehhez hasonlító, vagy akármilyen más formában írod ki az e-mail címed, akkor már tettél azért, hogy minél kevesebbszer tudják begyűjteni az e-mail címedet. Vagy esetlegesen még azt is megteheted, hogy két külön e-mail címet használsz. Az egyiket arra célra, hogyha valahol meg kell adni egy weboldalon, és az esetleg látszódhat később bárki számára, illetve egy olyan e-mailt, amit nem adsz ki akárkinek. Nyilván ennek az a hátránya, hogy két e-mail címmel kell foglalkoznod. Aztán van egy ilyen megoldás is, ami lehetővé teszi az e-mail címed elrejtését. Ez némi munkával jár azok számára, akik meg szeretnék nézni az e-mail címedet, de valójában ez néhány kattintással így is megoldható. Viszont az e-mail címed az semmilyen formában így sem fog látszani. Erre szolgál ez az scr.im weboldal. Itt tulajdonképpen összesen két dolgot kell megadni. Az e-mail, az a te e-mail címed. De most ezt bemásolom mintaképpen, illetve kell valamilyen, hát ilyen azonosítónak is mondhatjuk, vagy egy szónak, amivel kiegészítésre kerül ez az scr.im. Tehát ez úgy néz neki, hogy ha valaki beírja azt, hogy scr.im per valami, amit te megadsz, például e-mail címem, és akkor utána a gombra rákattintunk, akkor ennyi igazából. Ezek után, hogyha valakinek ezt a linket megadod, nézzük csak meg, akkor mi fog történni? Az fog történni, hogy itt kap egy üzenetet, és akkor ki kell választania ezt a képet, ami ez lenne, és akkor látható, hogy már is megjelenítésre kerül a te e-mail címed. De ezt automatizálva begyűjteni igencsak nehéz, ezért, hogyha valahol megírod, hogy ezen a linken találják az e-mail címedet, akkor azt begyűjteni már nagyon nehéz lesz. Sokkal nehezebb, mint hogyha így kiírnád eredeti formájában. Tehát ezt igénybe lehet venni,
Illetve itt látható, van egy minta arra is, hogyha ezt weboldalon szeretnéd megjeleníteni, akkor azt is megteheted igazából egy linkkel, vagy akár fórumokon megadni. Vagy látod például Twitter, Facebook és egyebek. Hogyha meg szeretnéd adni, akkor látható, hogy ezt így meg tudod adni. És ha valaki ezt megnyitja, akkor hát ezt fogja látni, és hozzáférhet az e-mail címedhez. Viszont begyűjteni automatizálva nem nagyon lehet. Hogyha ezekkel a megoldásokkal élsz, akkor azért véletőleg lényegesen kevesebb kéretlen e-mailt fogsz majd kapni.